Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk mai magazinunkban. Közmeghallgatást tartottak Bátaszéken. A kitelepítés fővárosi megemlékezésén lépett fel a Felvidéki Néptánc Együttes. Glöckner Jánosra emlékeztek. Szőlőtőkék között zajlott a bátaszéki közösségi futás. Közmeghallgatást tartottak Bátaszéken, ahol a lakosok tájékoztatást kaptak a várost érintő döntésekről. A 2022-es tervekről és a 2021-es évben megvalósult fejlesztésekről és eseményekről. Az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása az Bátaapátiban valósult meg. Hiszen ez a hulladék, ez létezik, ez van. És ezt valahol el kell helyezni, és hogy el kell helyezni, akkor biztonságosan kell elhelyezni. Tájékoztatót kaphattak a bátaszéki lakosok a TETT, vagyis a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás működéséről az áprilisi közmeghallgatás során, hiszen Bátaszékváros önkormányzata is tagja ennek a csoportnak. A társulásnak az a feladata, hogy minél több információt adjon a Bátaapátiban működő kis és közepes radioaktív hulladékokat elhelyező telephely működéséről. Itt az elnök úr adott tájékoztatást az elmúlt időszak folyamatairól, illetve arról, hogy a társulás milyen feladatokat fog ellátni az elkövetkezendő hónapokban tájékoztatás feladatkörében, illetve az RHK Bátaapáti telephelyének vezetője, dr. Radó Krisztián is adott egy tájékoztatást, hogy milyen munkafolyamatok zajlanak a tárolóban. Tájékoztatta a város lakosságát arról, hogy más telephelyről is kerül majd kis és közepes aktivitású hulladék átszállítása Bátaapátiban, hiszen Püspök Szilágyiban egy leépítési és egy átcsomagolási folyamat kezdődik meg, illetve megnyugtatott mindenkit arról, hogy természetesen ez semmilyen formában nem veszélyezteti senkinek az egészségi állapotát, környezetre, továbbiakban sem veszélyes ezeknek a hulladékoknak az ilyen formában történő elhelyezése. És hát természetesen tájékoztatást adtunk szokás szerint az elmúlt esztendő önkormányzatot érintő feladatairól, sarokszámairól, mit terveztünk, mit sikerült megvalósítanunk 2021-ről, és számot adtunk arról, hogy a 2022-es költségvetés összeállítása kapcsán mik voltak a városnak a tervei, mit szeretnénk megvalósítani ebben az esztendőben, ehhez milyen anyagi lehetőségek állnak majd rendelkezésre. Konklúzióként azt hiszem azt meg lehet állapítani, hogy 2022-ben, bár egy kicsit nehezebb pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, de alapvetően azokat a ez évre tervezett feladatait tudja majd finanszírozni, ami az intézmények működtetése, kötelező feladatainak az ellátása, kiemelten a szociális feladatoknak az ellátására, és hát igyekszünk a városunkat is olyan rendben tartania, ahogy a bátaszékiek már megszokták az elmúlt években. A lakosság részéről két témakörben fogalmazódott meg kérdés, egyik a közvilágítással kapcsolatban. Már tavaly esztendőben is elmondtuk, és idén is kiemeltük már, hogy sajnos a 2014-ben lezajló közvilágítás korszerűsítés az korrigálásra és kijavításra szorul. Tavaly is már 5 millió forintot költött a város új lámpatesteknek a beszerzésére és cseréjére. Idén is ezt folytatni fogjuk ugyanilyen nagyságrendben. Igyekszünk a gyengébb beműködő vagy egyáltalán nem működő fényforrásokat ütemezetten kicserélni. De itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a közlekedés biztonsági szempontból kiemeltebb utak világítását kell folyamatosan olyan szinten tartani, hogy abból baleset ne következhessen be, de igyekszünk a város más utcáin is minél több lámpatestet kicserélni. Nem fogunk idén a végére érni, ez biztos. Nagy valószínűsége egy 4-5 éves folyamat lesz, mire a város valószínűleg az összes 14-ben érintett lámpatestét újra modern lámpatestekre tudja majd cserélni, és nem csak az, hogy modern, hanem biztonságosan működő és nagyobb fényerőt biztosító lámpatestekre. A másik felvetés a lakosság részéről egy hosszú évek óta, és azt gondolom nem csak Bátaszéket érintő folyamat, az pedig a belterületi állattartással kapcsolatos problémák, hiszen Bátaszék területén is van néhány család, akin a mindennapjait és a család megélhetését állattartással, elsősorban sertéstartással tudja biztosítani, és
ehhez kapcsolódóan építette föl maga az állattartó létesítményét, aminek sajnos vannak negatív hatásai, akár szak tekintetében, akár legyek tekintetében. Az önkormányzat ebben tehetetlen. Tehát a települési önkormányzatoknak nincs helyben jogszabályalkotási lehetősége, hiszen országos jogszabályok, törvények és végrehajtási rendeletek szabályozzák az állattartásnak a körülményeit, feltételrendszerét. Lakosságnak is azt tudjuk mondani, hogy amennyiben ilyet tapasztalnak, az illetékes hatóságokat kell értesíteni, kormányhivatalnak, az állategészségügyi részét, vagy éppenség a népegészségügyi részét, ők kijönnek, és megpróbálják az állattartót arra bírni, kötelezni, hogy tartsa be mindazokat a szabályokat, amelyek egy belterületi állattartás során elvárhatók tőle. A felvidéken élő magyarság kitelepítésének 75. évfordulójára szervezett emlékező műsort a fővárosban a Magyarság háza. A filmvetítésekkel, kiállítással színesített program fő attrakciója a Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes és a Pozsonyi Szőttes Együttes közös bemutatója volt. A megemlékező műsor és az azt megelőző felkészülés eredményeként újra magára talált a csoport, mondta Kalmár Éva, az egyesület elnöke. A II. Világháború után az újjáalakult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i kassai kormányprogram a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé az ország felbomlasztásáért. Az 1946-ban jogerőre emelkedett benesi dekrétumok következményei állampolgársági jogoktól való megfosztás, internálás, vagyonelkobzás, csehországi deportálás, állások elvesztése, az anyanyelv használatának és kulturális egyesületeiknek betiltása. Csibik Krisztina, a Magyarság háza igazgatója mondta a felvidéki magyarok kitelepítésének rövid történelmi összefoglalóját. Ami ezután következett, azt mindenki ismerheti a történelem könyvekből. A felvidéki magyarság jelentős részének kellett elhagynia az otthonát és átköltöznie Magyarországra, keresni új lakhelyet és kezdeni egy teljesen új életet. Erre az eseményre emlékeztek azon a műsoron, melyre a Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes is meghívást kapott. Micsoda madarak járják, járják, mi is járjuk, tartos kedvi lányok. Igazából régi álmom valósult már meg, hiszen a Magyarság háza életében kiemelkedő jelentőségű az április 12-e, a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapja, és már több mint 20 éves barátságok, ismerettségek kötnek a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesülethez, akik egyedülállók abból a szempontból, hogy a felvidékről kitelepített magyarok kultúráját, hagyományait, tánchagyományát, néphagyományát őrzik, viszik színpadra. Semmit sem változott az elmúlt 22 évben ez az együttes, csupán annyit változott, hogy vérprofikká váltak azok a táncosok, akiket annak idején Partiné Harcsa Magdolna indított útjára szedett össze, hogy ezeket az akkor még nagyon különlegesnek számító kultúrát be tudják mutatni. Azóta is végzik ezt a kitartó munkát, és végre itt lehetnek a Magyarság háza szervezésében egy április 12-i napon, amikor is arra emlékezünk, hogy ekkor kezdődött el 1947-ben, 75 évvel ezelőtt a magyaroknak a kitelepítése és Magyarországra való áttelepítése. Az áttelepítés során Bonyhád környékére 680 család, közel 3000 ember érkezett. 20-nál több településen szóródtak szét, és leltek új otthonra. Egy-egy településen, egy-egy kis faluban, 6-8 faluból, városból érkezők találkozhattak. A templomban ismerkedtek, hiszen egymással semmiféle kapcsolatuk nem volt, egymásnak idegenek voltak, ott ismerkedtek meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 75 évnek az egyik legnagyobb eredménye és legnagyobb csodájának tartom én, hogy ők meg tudták őrizni az identitásukat, hogy egymásra tudtak találni, hogy kapcsolatokat tudtak kialakítani, és egy ilyen gyönyörű, sikeres tánccsoportot is tudnak éltetni. A bátaszékiek számára különleges megtiszteltetés volt, hogy a Pozsonyi Szőttes Néptánc Együttessel közösen képviseltethették magukat az emlékesten, mondta Kalmár Éva, az együttes vezetője. Már eleve az megtisztelő, hogy ezt a napot, a 75. évfordulót ott Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban, a Magyarság háza szervezésében rendezett rendezvényen tudtuk tölteni, és ott emlékeztünk erre a szomorú és tragikus dologra. Rengeteget készültünk, nagyon,
nagyon fontos volt nekünk, hogy ezen a programon helyt álljunk, és minőségileg is oda tegyük magunkat. Én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, tehát nagyon-nagyon jó műsort és színvonalas műsort tudtunk a Pozsonyi Szőttes Együttessel közösen létrehozni, illetve előadni. Ami nagyon szívet melengető volt számunkra, hogy azon kívül, hogy ott voltunk, hogy Budapesten Nemzeti Táncszínház és tényleg egy budapesti megemlékezésen vettünk részt, nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el minket, hogy a táncosokon kívül 30-an eljöttek velünk. Innen Bátaszékről és Nagysallóból egyaránt. Ugye Nagysalló Bátaszéknek a testvértelepülése, akikkel egyébként idén ünnepeljük a 25. testvértelepülési kapcsolatot, és onnan is több mint 10 eljöttek, megtisztelve ugye az eseményt, és megtisztelve az egyesületet, a tánccsoportot, és megnéztek minket, részt vettek a megemlékezésen, és ez iszonyat nagy dolog volt. Számtalan próba, a nagyobb felkészülés ismét közös mederbe terelte a munkát, és ez meglátszott azon az estén és a következő fellépéseken is. A megemlékezést követően még számos programja volt az egyesületnek. Ugye utána közvetlenül jött a húsvét, az ünnepek, húsvét hétfőn ugye a hagyományos húsvét hétfői programunkat megtartottuk, locsolkodás, kézműves foglalkozás, és hát minden, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt élmény. És húsvét hétfőt követő kedden, tehát 19-én már újra megmérettettük magunkat, ugyanis a Tolna megyei Cinege-Madár népzenei versenyen, népdaléneklési versenyen vettünk részt, ott is nagy örömünkre jó eredménnyel aranyminősítést kaptunk, így tovább jutottunk a döntőbe, illetve a kóta minősítésében is országos aranyminősítést kapott a felnőtt tánccsoport lány és asszony tagjaiból álló népdalkörünk. Ez a szereplés sokat segített abban, mondja Kalmár Éva, hogy a Covid miatt kissé megtépázott és szétesett együttes újra visszataláljon önmagához. Két év kihagyás után a Német Nemzetiségi Kultúra Megőrzésének Lovagja Alapítvány szervezésében újra sor került a Glöckner János Emlékfesztiválra Bátaszéken. Az esemény Glöckner János tiszteletére felállított emlékmű koszorúzásával kezdődött, ezt követően pedig kezdetét vette a tánccsoportok programja. A koronavírus járvány miatt kialakult hosszú kihagyás után ismét megrendezték Bátaszéken a Glöckner János Emlékfesztivált. Az eseményen Bozsolik Róbert polgármester is beszédet mondott, többek között felidézte azt a rövid időszakot, amikor ő maga is a koreográfus tánccsoportját erősítette. Közel 400 évvel ezelőtt letehető az időpont, amikor először német szó hangzott el itt Bátaszéken. Először hangzottak fel német dallamok, és hát gondolom, először járták el azokat a német táncokat, amelyek ma is büszke a német nemzetiség. Ez alatt a 400 év alatt nagyon sok minden kellett ahhoz, hogy ez a kultúra, ez a hagyomány továbbiakban is fennmaradhasson itt Bátaszéken. Nagyon sok megszállott emberre volt szükség, hiszen voltak olyan időszakok, amikor hát őszintén szóval félni kellett németül megszólalni, németül énekelni, vagy német tánclépéseket ellejteni itt Bátaszéken.
de hála Istennek mindig voltak ilyen emberek, és ezek közé tartozott János bácsi is. A szó jó értelmében megszállott ember volt, a kultúra és a német hagyományok megszállottja. Ő gyakorlatilag a táncot olyan szinten művelte, ami már művészet volt. Koreográfiájában mindig ötvözte a játékosságot és azokat a sajátos őrá jellemző elemeket, amelyeket meghonosított ebben a műfajban. A Glöckner Jánosról elnevezett fesztiválon a tisztelői, az egykori tanítványai és csoportjai mutathatták meg, hogyan dolgoznak a koreográfiáiból, és milyen munkát végeznek a hagyatékként elmentett iránymutatásaiból. 2010 óta van programon, 2012-ben volt az első konkrét rendezvény, mert hát édesapám, a mesterünk 2010-ig élt, addig munkálkodott, 12-be kezdtük el ezt a fesztiválsorozatot, és immár 6. alkalommal kerül megrendezésre. Utoljára 2018-ban tudtunk szervezni, a 2020-as csúszott mostanra a Covid véget, de amennyivel később, annyival nagyobb szeretettel, illetve szívméli hozzáállással vártuk, hogy mikor kerülhet másorra. Úgy a csoportok is kicsit döcögősen, kicsit nehezen indult be minden csoportnál az új élet a Covid után, de azért mindenki itt van, mindenki folytatja a hagyományokat úgy, ahogy eddig is csináltuk. '76-ban, amikor én Baján jártam a Frankelau német nyelvű gimnáziumba, akkor az ottani tánccsoportnak az oktatója, Polák Ricsi bácsi lebetegedett, nem tudta folytatni az oktatását a gimnáziumi csoportnak, ezért kerestek valakit, aki ezt tudná vállalni. És én megkérdeztem az édesapámtól, hogy apa, nem tudnád te bevállalni? Hát átmegyek, megbeszélem az igazgatóval, mit kéne, hogy kéne. Átjött, elvállalta, elkezdte az ottani német táncokat, amit a csoportunk addig táncolt, azokat segítette úgymond betanulni, szépen előadni, majd aztán 77-ben Murágyon megalakult az első tánccsoport, amit német csoportként ő üzemeltetett, illetve egy évvel később itt Bátaszéken. Vagy lehet, hogy tévedek, hogy 76-ban Murágy is, 77-ben már Bátaszék. És hát azután aztán rengeteg sok csoport, legyen úgy Várdomb, aztán Nagymányok, Bonyhád, Tolnamözs, Györkönny, Gyönk, Németkér, Varsád, Hőgyész, ezek mind olyan falvak, ahol tánccsoportokat oktatott, és volt olyan, ahol párhuzamosan 2-3 csoportot is tudott oktatni, úgyhogy munkássága egy óriási tömeget, egy nagyon nagy gyerektömeget, fiatalság tömeget és felnőtteket is fogott össze. Nagyon sokaknak megtanította a német tánc szeretetét, a német tánc szépségét, és én úgy gondolom, hogy ennyi év távlatából is mindenki nagy szeretettel és tisztelettel gondol vissza az emlékére és a munkásságára. Glöckner Jánost 2007-ben a magyar kultúra lovagjává ütötték. Ennek az ünnepségnek a momentumairól látható itt egy kiállítás, fényképek, illetve a kitüntető oklevél, a lovagjáütés pillanata, és ennek kézzelfogható emlékeképen készített, adományozott a bátaszéki polgármesteri hivatal egy lovagi kardot az alapítványunknak, ami Glöckner János lovagi mi voltát hivatott szimbolizálni. És ennek az ünnepélyes átadása történt a mai nap folyamán.
A Bátaszék határában található szőlőbirtok lankáin keresztül vezetett a szombati közösségi futás útvonala. Az időjárás kegyes volt a részevőkhöz, így minden gond nélkül megtehették az általuk választott 5, 7, 10 és 12 kilométeres távokat. A gyerekektől a felnőttekig, amatőröktől a profikig bárki részt vehetett a programon. A cél egy volt, szép időben, csodás helyszínen, friss levegőn sportolni egyet. A bátaszéki közösségi futás legfiatalabb résztvevője ért be épp a célba, háta mögött 7 kilométerrel. A kihíváson gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősebbek, amatőrök és profik egyaránt részt vehettek. A cél egy volt, jó időben, jó társaságban, gyönyörű helyszínen futni egyet. A futam a Bátaszék határában található szőlőbirtokról indult, és itt is ért véget. Kiki a maga tempójában és az általa választott távon futhatott. Takács Dénes anyukájával és a nagybátyjával tette meg a 7 kilométeres távot. Egy kicsit nehéz volt, de azért jó volt, tetszett. Busa Tamás, mint nagybácsi kísérte el az unokaöccsét a programra. Azt mondja, csak így lehet a sport szeretetére nevelni a gyerekeket, hogy példát mutatnak nekik. Nagyon szuper volt a futás, örülünk, hogy itt lehettünk egy ilyen szép környezetbe. Különösen érdekes mindig az embernek a saját szülőföldjén egy ilyen élményt, hogy valami újat felfedezhet, és mégis ugye nagyon szépet, amit itt van egy köpésre mondjuk az otthonunktól, de nem volt eddig alkalmam felfedezni, úgyhogy ezért kifejezetten örültem neki. Azt se tartott minket vissza, hogy kicsit rosszabb volt az idő, szerintem a futáshoz ez tökéletesen alkalmas ez az idő. Ez a 10-10 pár fok, ez nekünk igazából segítség, mert hogyha nagyon meleg lett volna, csak jobban izzadtunk volna, úgyhogy ez nekünk kedvezett. Néha kisütött a nap, és láttuk, ahogy Bátaszék tornyán megcsillan a napsütés, úgyhogy ez a szívünknek nagyon kedves volt, úgyhogy kárpótolt minden nehézségért, vagy keményebb emelkedőknél ez így húzta föl az embert, hogy lássa utána a kilátást, úgyhogy nagyon tetszett, és örülök, hogy itt lehettem. Nővéremmel futottam, és az ő kisfiával, úgyhogy az én keresztfiammal tulajdonképpen, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy példát mutassunk nekik a sportos életmódba, így lehet őket szerintem jól ránevelni, nem úgy, hogy azt mondom neki, hogy na most te menjél edzésre és csináljad, az nem motiválja őket annyira szerintem, mint hogyha ezt együtt csináljuk és látja a jó példát, így jobban bele tud épülni az életébe, és akkor ez egy életforma lesz, és nem az lesz, hogy ameddig elküldik a pár éves koráig általános iskolába, addig csinálja, és amikor meg már nincs ez a kötelezettség, akkor magától abba hagyja, hanem azt szeretnénk, hogy ez neki a belső igénye legyen, és ezért csináljuk. Összesen most 7 kilométert futottunk, ez egy ilyen köztes táv volt, 5 kilométeres lett volna az egy kör, volt lehetőség két kört is futni, de úgy gondoltuk, hogy van annyi kapacitás a fiatalemberben, hogy ezt is abszolválni tudjuk, úgyhogy ezt próbáltuk meg, és sikerült is. Dombokon, völgyeken és szőlőtőkék között tehették meg a különböző hosszúságú távokat a közösségi futás résztvevői. A sokadik alkalommal megrendezésre kerülő esemény megálmodója Cenc Péter, aki maga is részt vett a megméretetésen, elmondta, hogy neki nem a 7 kilométeres táv megtételével volt a gondja, hanem inkább az emelkedők nehezítették meg a dolgát. Nagyon jó volt a pálya, a verseny előtt le lett nyírva a fű, tegnap este egy 25 milliméteres esőt rendeltünk rá, ezáltal semmi por nem volt, sár sem volt, tehát tökéletes volt minden. 12 fokos hőmérséklet, tehát ideális futóidő. Én egy évben általában 3-4-szer rendezzük meg. Nagyon jó ez a szőlőbirtok, nagyon rendesek a házigazdák, itt vendégül látnak bennünket, ami minden szájnak ingere. Ihatunk bort, fröccsöt, mustot, zsíros kenyeret kapunk, emléklapot is kaptam, előjöttem, tehát csodálatos volt minden. Évente 4-szer, új év táján, ilyenkor
nyáron egyszer, születkor feltétlenül, akkor a legnagyobb élmény, akkor nagy szőlőévészetek vannak a futás közben, és összekapcsoljuk előtte, meg utána kis beszélgetések, közben is csapatok vannak, akik közben beszélgetnek, élvezik a együttlétet, és kellemes időtöltés ez itt. És mellette egészségünk meg is adunk, mert tényleg tiszta levegőbe, szép környezetbe, füves talajon tudunk koszogni, ennél jobb nem kell. A közösségi futáson 5, 7, 10 és 12 kilométeres távok közül választhattak a vállalkozó kedvű sportolók. A célbaérést követően a szervezők egy emléklappal jutalmazták a résztvevőket, illetve zsíros kenyérrel és innivalóval is megkínálták a megfáradt futókat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!